Nagyon szépen köszönöm minden szereplőnknek, aki ezt vállalta, hogy ezért, hogy most ezt az előadást önök megnézhessék, az egész nyarukat arra tették fel, hogy itt voltak a próbákon. Az előadást írta Kovács Imre Attila, rendezte és zenéjét szerezte Kovácsné Nagy Márta, technikai vezetője Forstófer Kovács Georgina volt. Szereplők Vaskezű Balambéra király Rechner Hajnalka, Aranyszívű Aranka Irénke a királyné Kukoda Georgina, Bükksoma a szerencsegyerek Jakab Marcel, Kökörcsinanyó és Durbuc az ördög Forsthoffer Zsófia, Galád Galádovics Miszlik rablóvezér Jakab Kálmán, Padlizsán Emerencia és Báró Drakkenberg Szigfrida, Jakab Németh Gabriella, Poltazár Baltazár a Pokolkapujának Köre és Köbgyök Haramia Kálmán Fruzsina, Satyesz Haramia Torma Laura, Talicska Haramia Diószegi Ákos, Kacor Tóbiás a vadász Holler Imre, Imolácska a vadász felesége, Imre bácsi felesége Ibolya néni, az anya szintén Kukoda Georgina, és vannak ördögöcskék, Uk, Muff és Fluk, ők pedig Kálmán Zsófi, Kálmán Dani és Jakab Dorka. Én magam pedig az ördögöreg anyját fogom játszani. Fogadják szeretettel előadásunkat. Kedves publikum, jó ízlésű népek, kik kedvelik a csodát és a szépet, és mindent, mit a szóbeszéd magasztal, íme megterítve a meseasztal. Került rá kaland, szaftos pecsenyének, humor a körítés, desszert az ének. Üdítő tréfának, hűs kortyai várnak, szórakozzanak, vagyis jó étvágyat! Tisztelt nézők! Én jó előre szólok. Hiába ígér ez a hordószónok mindenféle könnyű komédiázást. Itt dráma lesz. Komoly, elmélyült játszás. Kell a komolyság, de még inkább a derű, mint kopár szürkeségre zöldelő fű. Amik ártatlan varikák legelnek. Menjünk, talán merre kolompol a nyelvet. Már pedig művészet lesz, nem léhaság. Derülni hív ma, e színi társaság. Poén pecér. Szomorú manó. Vicc ki vicc. Savanyi Jóska. Tapshajház. Untatógép. Ezt eltaláltad, bajna. De tudok-e, mi lennél?
Nagyobb titkot is. Adja meg tallért, és én azt is kitalálom. Ha nem, után adom vissza. Ne szerény bajánkos. Az ábrázatja szakasztott mása a talléról levőnek. Az pedig királyunkat vaskezű balambért mutatja. Bár egy áruába bújt király biztosan nem felejtette volna el bakacsra cserélni az aranycipőjét. Ó, hát ezt elszúrtam. Kár tagadni a virozsír, hogy az úr valójában a maskarába bújt vaskezű balambért, és a néphangulat kifürkészése céljából lopakodott közé. Hát, ez így van. De ha nem mondasz tüstént valami olyasmit, amit még én magam sem tudok, bízd Isten megkeserült. Ha vethetnék még egy pillantást az aranyos ábrázatára, felség. A faluban él egy újszülött gyermek, aki felnövekedvén feleségül veszi egy szemlányodat és elfoglalja a trónod. Mi? Valami rosszat mondtam? Hogy a forgószél puszálja össze a lábait, te naskolja képű! Nem megmondtam, amit megmondtam. Én hol a gyerek? Jó asszony, vethetnék egy pillantást a gyermekre? Ó, milyen kis őzi-bőzi. Rusnya béka. Kis életre való. Ó, te kis csokin, áú! Hát megharapott ez a krokodiltündér. Akarom mondani sárkányfiókat. Hely, hagyjuk. Csak szép gyermek, csak kár, hogy rongyokba csomagoltad. Ne gúnyolódjék az úr, többre nem telik a nyomorunkból. Ha nekem adod, én felnevelem. Bíboltban, bársonyban nem fog szükséget szenvedni. Ne állítson hallja. Hát hazudozó, de ha akarja, ezt megteheti. És ha megemberesedik, visszakapom. Mától számított egy tucat évre. Esküszöm. Isten áldjon gyermekem, térj majd vissza anyádhoz. Szegény asszony. Aztán állja a szavát, mert meggurusmálom. Persze, persze. Ó, becsináltál, mi? No, tudd meg, most abban vagy. Na, menjen a dolgára, banya, mert ami ezután következik, az nem a maga jó lelkének való. Hívénység! Azok a napsugarak, mire jó? Gyűjtöm őket! Ha eleget szedtem le az égből, megfürdöm bennük, s megfiatalodok! Rád is félne, szép értyó! Na kis büdös! El akarod venni a lányok? Király szeretnél lenni? De hiszes csak egy karulnő csecsemő. De felnő! Bakó! Minden magadnak kell csinálni! Hiába! Nem vagyok elég elszánt, pedig gonosz vagyok. Áldáz és kegyetlen, jaj, de gonosz! Egy kis gyakorlás és menni fog. Szörnyen gonosz vagyok! Anyakul! Te nem tisztelsz engem! És rossz a szagod! Mi ez, ha nem felségsértés? Sőt, lázadás! Letaszítanál engem a trónról? Majd én téged innen a domtetőről! Imóla, Imólátka, gyorsan, gyorsan! Mire ez a nagy sietség? Inkább azt mondd meg, hogy nyulat vagy őrzetlőt.
meg, darabolt fel. Ide süss! Elment a leszett kacó Tóbiás! Hogy került hozzád a gyermekecske? Az úgy volt. Ne hazudj, kacó, ismerlek. Vadászgatok. Az igazat. Csak is az igazat akarom hallani, de tüsselj! A bükkös szélén járok. Egy összetört babakocsit találok, amely a dombról szaladt lefele. A sombokórba. Meg egy gyerek sinál csöpp felé. Ez volna a gyermek. Azt mondom, tartsuk meg, neveljük fel, hogy öregkorunkra legyen, aki gondunkat viseli. Amikor már olyan öregek leszünk, mint Kökölcsi nanyó, igaz, Tóbiás? Kökölcsi nanyó, olyan öreg, mint az ország, elfelejtkezett róla az idő. Tegnap itt volt, holnap ott lesz, egy helyben sosem marad. Sietetnéd, ám de akkor Bertről Bertre lébeget. Emlékeim szerte szórja, s átlép hosszú éveket. Te is, én is megöregszünk, mindnyájunkat sorra vesz. Nem szelíd és nem haragú, nem ellenség, nem barát. Nálam ugyanaz jelenti nappalok és éjszakát. És az óra egy aprócska szergedett, óriás talpa eltapossa, és tovább játszik vele. Ideje van, de én nem akarom kívánni, hogy felnövekedik a gyermek. Egy kis varázslattal előre teperem a történet óráját, s már is a legizgalmasabb résznél folytatódhat a mese. Oszkalusz, Alabusz, Kronometrum! És Lusz! Még álmodtam is. Aztán mit dolgoztál álmodban? Mert édelnék semmi. Adtál a jó szárnak? Szárvizet a kútból? Kiganyésztad a lórat? Én-e? Király voltam díszes palotában.
100 szolga leste a parancsomat. Na most az apró jószág, a kerekes kút, meg a kocavárát, hogy szolgáljuk ő felség. Tudom a dolgom, asszonyanyám, csak olyan valóságosnak tűnt az az álom. Én meg bolondos fiú, nem való szegénynek az ábrándozás, attól nem élünk meg. A király érkezik! Erre tessék, felség, királyom, szerény hajlékomba! Micsoda rókaim! Imólácska a párom! Káposzta szagú némben! A nagy körvadászaton hatalmas vihar kerekedett, és ide menekítettem be királyunkat. Átnedvesedik, és kiveri a penész? Mit karakter ez a lúdkom? És nem emlékszem, hogy egyszer is meghajolt volna, amikor ide beléptem. De rá többször is, felség. Mi a neved, kölyök? Bükk Soma, felség. No csak, de érdekes név. Az még érdekesebb, ahogy rátaláltam. Egy sombukurba bömböl. Ezért lett Soma a szertem. És a bükk? Arra is van valami magyarázat? Hát a bükk a még érdekesebb. Egy babakocsi rohant le domboldalból, neki csapódott egy bükkfának, és úgy lett Bükk Soma. Ugye milyen csodálatos? Az. Talál gyerek, de egészen a miénk lett. Hogy nem pusztult el a bitang. Itt meg kellene, hogy üljem. Vagy megkérdem, hogy kedves Bükk Soma, az addig visszatartani a lélegzetet, amíg meg nem fulladsz. Jól van, felség? Én? Jól. De minden másnak adni. És hogy veszed a bátorságot, hogy belealkozz a cselszövésembe? Hogy írtsam ki Bükk Somát? Hogy írnagja se maradjon? Nem lehetek elég irgalmas. Írnom kell egy nagyon-nagyon gonosz levelet, az majd megoldja a problémámat. Kacó Tóbiás, hűséges vadászom, tollat, tintát, papíros, de tüsszünk! Igen, is be. A levelem el kell jutatni a királyi udvarba, és átadni a királynak. A király kisasszony jövője és országom jövője a tét. Ja, Istenem! Nagy veszély fenyeget! Meghiszem azt! Ezt a levelet még egyszer át kell olvasnom. A levél átadóját azonnal ölesd meg, temettesd el! De oda sem maradjon le az én! Kacor Tóbiás, hívd a fiad, juttass el ezt a zsidományt. Kap egy tallért, ételre, italra. Ahogy parancsolja felség. Aki egy pillantást is vett az írományban foglaltatva, az az elolvassa. Azt kivégeztetem. Én vezetem a háztartásukat. Mosok, főzök, takarítok rájuk.
Gonosz a fülkelmét? Mint Belzebub bazantas hornalja. Akkor inkább vezess ki a rengetegből, ha szépen megkérlek. Hogy is hívnak? Padlizsán Emerencia. De te csak szólíts Lida mamának. Hát te kifi a borja vagy? Szerencse gyerek, vadászfi és királyi küldönt. A Somára is hallgatok. Azt hiszem elkéstünk, megjöttek a kortyázók. Itt a vége, késünk félre, hiába fut, kajtékre jut. Itt a vége, késünk félre, hiába fut, kajtékre jut. Ezek csak pajtos gyerekek. Még most jön a java. Thank you.
És az... Tudjuk, mit akarsz kérdezni, hogy sikerült-e még több gonoszat elkövetnünk, mint egy nap. Kegyetlenül! Bölcsalmasság! Irgalmatlanul! Teketúriázás nélkül! Miért az erdő? Igen? Akkor hogy találta meg a rejtek helyünket ez az idegen? Itt a véget, késő félnek, hiába fut, kajtény a jut. Itt a véget, késő félnek, hiába fut, kajtény a jut. Koncoljuk fel a fiút. Elég, ha százszor leírja a vezér nevét. Galád, Galádovics Misli. Márpedig, ha ennek a fiúnak bármiféle bántódása esik, akkor... Akkor? Egyébként nem fontok rátok! Ez a fiú egy nagyon fontos levelet visz a palotában, csak eltévedt út közben. Derék, haromiák, utonállók és martalócok, barátaim, úgy döntöttem... Tudjuk, mit akarsz mondani, hogy mielőtt hajnalban útjára bocsátanánk, úri módon megvacsonáltatjuk, addig Satyasz meg Tariska megőrzi azt a fontos levelet. Én ezt az írományt a kezemből ki nem adom. Hadd szépen ide, meg még összezsírozzád a vacsora közben. Meg nem képzeld, hogy a magunk fajta tud olvasni. Ahogy mondtam, megmondtam, titkos és tilos az üzenete. Az is lehet, hogy már elvesztetted. Jé, ott egy tündér, hol? Jaj, a tűzön maradt a fazekunk, rég, oda a vacsora! Milyen kárt, hogy nem tudsz olvasni? Én meg már hogy nem tudnék olvasni? Főleg a nagy betűket. Figyelj, Talicska, így a nap végén csináljunk egy utolsó gonosz tettet. Írjunk egy másik levelet. Na de jók. Na hát, te tudsz írni. Tehát, cseréljük ki az eredetit a miénkkel. Bármi is áll ebben a levélben, a hamisítvány annak az ellenkezőjét parancsolja meg. Ha a valódi üzenet kegyelmet ad, az őben legyen megtorlás. Ha halállal fenyeget, osszon bőséget és dicsőséget. Na de jó munka! Mióta vaskezű balambér távol vadászgat, nagy dolgok történtek a palotában. Például, nemrég betoppant Büksoma valami furcsa király üzenettel, s lám egyik napról a másikra csengettű király kisasszony hitveselett a király járásával. Azóta dúl a boldogság meg a házi béke, csak szegény, aranyszívű arankai népkét gyötrik a nyavajáig. Ide parancsolt, hogy tüskét hozzak ellenszert. Szoktam is én elsétálni más gondja baja mellett. Inkább magamtól jöttem, mint csak oroszlok hozzanak. A baj hamar a testben vett anyám, higgyázok hát, a gyógyító anyám. Bogyókat ad és varázs üveget, bálottal telt sárgás szövüveget ismeri, mint a bogyókat fában. Az erdődet szagad, gyógyszert árad, megköti most minden az elméket. Természetes csak is a természet, csalók a pereckei. Te bűnőke, sanyarúk, a rakkózó ormányos ügyőke. A szülőtök, mi szülőjomba, szőszös öfeteg, hajbos súlyta. Gnóz főnyűz, gnóz főnyűz, gnóz főnyűz, főnyűz. Gnóz főnyűz, gnóz főnyűz, gnóz főnyűz, ma elkerültem meg még farkas tűzet, gombát gyűjtöttem és elkészült a főzet. Főze megette kondéron a fejőt, mérgükszeli ült, tudásuk összefőtt, csalók a pereckei, te fűnő.
Perc nyugtom sem.
anyalma fánknak. Ezt az egyetlen ezüst almát bírta teremni. Ennyit el tőle. Ágai elelmettel lógnak, gyökérmedvei kiszáradtak, tegnap méretet is vett róla az asztalos. Bár a Drakenberg Siegfriedem, úgy értesültem, hogy nem valami jó a termés. Ez az egyetlen ezüst alma. És úgy, fasz! De hát mi történhetett? Itt nem földi erők üznek sötét játékot, és még a föltéri kút is kiapadt. Amelyikből bor folyt? Ez tragédia. Dalban elbeszélve... Nem fogod tönkretenni a napot? Elmondom, hogy én mire, de főleg kire gyanakszom. Ezek bizonyosan a gazdám csintelései. Sejtettem. De amíg én vagyok ebben a városban a polgármester, addig a pokolban az öldögöt. Ide figyelj, Kortazár, Baltazár! Nehogy azt gondolt, hogy a gazdát kedvére garázdálkodhat. Fölösleges fenyegetőznöm. Ezt majd, ha kikurcansz, megbeszéletetek oda lent. Ó, te átkozott! Szó szerint ajánlom, ne a legkisebb szolgát törzs ki a mérget. Ha fölös előtt érzel magadban, élesz fel a fát és nyisd meg a kutat. Elég! Majd én megtanítanak kezdjük a dilinkózni, te hascsikarás! Horvat lehetünk a halvét! Szurok csimbó! Hé, atyafia! Meg ne egyék egymást! De legalább addig, amíg el nem árulják, hogy hol vagyok. A kerek világ szélére érkeztél. Végföldön jársz, sehol van városában. Ott csak a pokol kapuja vár, annak meg én volnék az őrzője. A városban báró Drakenberg szikvide parancsolt, azon túl is lejjebb, Durbuci, az öltöki az utolsó szó. Az utolsó szó sem az utolsó szó. Különben is, éppen ördög uraságát keresem. Elébe még a kárhozatnak. De nem bánom, ha szilárd az elhatározásom, átengedlek a városom. Egy, illetve két feltétellel. Fejtsd meg, mitől sorvadt el az aranyalapánk, és akadt el a kutunk. Ne ördög tudja, rámbáltál. De hogy színre juthass, elő meg kell nyitom el több okor kutuját. Hát, mosa. Hócsém. Én is kérek valamit cserébe. Látod a nyakamban ezt a nehéz kulcsot? Ki tudja, mióta viselem és teljesített szolgálatod, mint a kapu őrzője. Adj választ! Mit kell tennem, hogy elhagyhassam az őrzőjét? Nem tennél fel inkább egy találós kérdést? Abban jobb vagyok? Na jó, mindkettőtöknek megígérem, hogyha visszatérek. Tegyük fel! És meghozom a válaszokat. Bár magadat sem biztos. Akkor nem tartozunk egymásnak. Sőt, ha megfejted, hogy mitől sorvadt el a fa, és akadt ki a kút, kapsz egy tarsolyra varolt az aranyalmán gyémánt magjából. Lássunk dologhoz, vezess át a városon, te meg hozd a kulcsot. Nyisd meg előttem az ördög birodalmát. Az almát, meg a kutat. Aki kutat, az talál. Békében élnék, s ragyogna rám a tisztes öregség hangvaló napja. Álommal kelnék át az éjszakán. Sárat kötnék, és ásnám a kertet, minden luhal zokni meg lenne barva. Ártatlan volnék egy kedves gyermek, lennék az ötökre anyja. De valami nincs rendben velem, a gonoszságot nem kedvelem. Ha kiderül tiszta sor, a pokol kipakol, s leszek hely égtelen, ha-ha-hajléktalan!
csak söprögetnék, és szállna a por, óvnám a családot, s ki összetartja. Arra hallgatnék, mi szívemből szól. Hát nem lennék az ördögöreg anyja! De valami nincs rendben velem, a gonoszságot nem kedvelem. Ha kiderül tiszta sor, a pokol kifakol, s leszek hely égtelen. Ha, ha, hajléktalan! Gyertek ide! Menjetek, és gyakoroljátok a gonoszkodást! Suttogjatok, pusmogjatok, zavarjátok össze az emberek fejét! A múltkor is egyetlen szem szilvát loptál! Itt sosem lesz belőled valamire való partjeverő! Valami nincs rendben velem, a gonoszságot nem kedvem. Szerencsés jó napot, öreg anyám! Itt lakik Durgus az ördög? Egy. Dét ükanyád lehetnék. Kettő. Ami a szerencsét illeti, ebben a minutában pártolt el tőled. Három. Az ördögnek még a nevét se vedd a szádra, ha csak nem utálsz élni. Köszönöm a három intelmedet, de inkább szívesebben fogadnék három kézzel fogható dolgot. Gondolod, hogy beállítasz a pokolba, aztán kiszolgálod magad? Tessék van szamár koponya, mandragóra gyökér, tessék! Én az ördög három aranyhajszáláért jöttem. Az ördög három aranyhajszáláért, az ördög büszkeségéért. Semmi kétség, te bolond vagy. Hát meg lehet, de védjük anyám, feltehetnék egy kérdést. Ki a gonoszabb? Durbuc, vagy az ördög öreg anyja? Természetesen én! Vagyis, hogy ő. Szóval mindkettet egyformán és egyféleképpen elképzelhetetlenül gonoszak vagyunk. Majd én segítek eldönteni a sorrendet. Az a leggonoszabb, aki a gonosszal is mer gonoszkodni. Tehát megszerzi három aranyhajszálat? Na! Végre megtudja az elkényeztetett fajakó, hogy ki az ármány fejedelme, a sötét cselek császára, az elátkozottak seregének ura! Ezt vártam, és emellett csalt ki három titkát, mitől sorvadt el az aranyalmafa, mitől apadt ki a borkút, és hogy szabadulhat a szolgálatból Bortazár, Baltazár. Kicsalni a titkokat, megszerezni az aranyhajszálakat, ez mind ronda. Helyes, de mi hasznom nekem az egészből? A kaland, Dándikó, a kaland! Pezseket a véred, mint fiatal korodban! Jó, rendben, terjünk fel! Nem, az nem jó. Esetleg, de először is láthatatlanná kell, hogy tegyelek, különben Durbuc ízekre tép. Arjus 100, meg varany 10, átlátszó vagy, mint a víz. Kakas vére fakadjon, az árnyékod elhagyjon. Szólítatlan szellem szól, szem ne lásson mostantól. Sakra, makra, muk! Látható vagyok? Teljes mértékben. Úgy tűnik, ennek a varázsigének lejárt a szabadossága. Tudod, mint ifjú életunt? Van Durbuc szobájában egy nagy állótükör, abba szokta fésülgetni, számolgatni az aranyhajszálait, hát ha megszaporodik, aztán aranyhaja lesz neki. Hozzuk ide, aztán elbúsz mögé. De jól vigyázz! Onnantól kezdve egy mukot se! Nyelvbe töltök, ilyen a törtök, itt a Durbuc, mint a nyúl, fux! Nyelvbe töltök, ilyen a törtök, itt a Durbuc, mint a nyúl, fux!
utolsó táncot, jöhetnek érdekes évszázadok. Változik minden, de örök a rók. Fent van a világ, lent van a pokol, sokszor a kettő között kalandozol. Változik minden, de örök a rók. Még az is lehet, hogy megjavulok. Hallja a válasznak, ki a nyerő. Nem mindegy, hogy hol illegeted magadat, és nézegeted a három arany hajszáladat? Bámulatos, szemkápráztató, szívzsibbasztóan szépsége. Na-na, emberszagot érzek. Határozottan innen jön. Az az öreges lesz, akit aztán megettél. Kell legyen valahol. Látod, megcsalt a szimatód. Gyomorrontásom is van, Ángyikó. Megettem a lószerszámkészítő kecskét, és farka szúrja az oldalam. Gyere, aludj egyet, meglátsz, jót fog tenni. Szögbe. Mire a fén is azt álmodtam, hogy kiszáradt Sehovan város aranyalma fája. A tiszta valóság. Egy szolgámat, a gyegeret küldtem oda, hogy lágja el a gyökerét. Na, hagyjál ott, Ángyikó! Milyen mélkű történt? Most csak egy darázs ragadt a hajadba és megcsípett. Álmunkban sok minden történik, ami aztán nem is úgy van igazából. Tegnap előtt például én is azt álmodtam, hogy kiapadt Sehol van város borkútja. Az nagyon is úgy van. Egy szolgám a lapos valány feküdt rá a forrásra. Jól figyelj, vagy. Ha még egyszer felébredtesz, elláltam a bajodat. Csicsia, babája, csicsia. Áó, halljam, milyen rémálom éreztet fel már megint! Sétáltál az összi kertben, és egy tüskét... Nem sétáltam sehol! Itt vagyok, a pokolban, és szerettem volna végre pihenni! Ángyikó, nem mennek jól a dolgaim! Háborúságot akartam kirobbantani! De csak a varga egymes fazekát löktem le a spalhertről! Tűzést akartam! S helyette? Kihúztam a széket a kövér előjáró alól. Vulkán kitörést elkezdtem. És mivel kellett beérjem? Bekormozhattam a tűzoltószertár kilincsét. Szégy. Ne becsüld le a kis aljasságok fontosságát. Legalább változatos a munkád. Gondolj csak a pokol kapujának körére, akinek révtől fogva ugyanaz az unalmas feladata van. Megérdemli. Ha más nyakába akasztaná a kulcsot, átszállna rá az átok. Kellett ez a kis felháborodás, Ángyikó? Már is jobban érzem magam.
Indulok is a délutáni portjánra, csak előtte még vetek néhány pillantást a csodálatos aranyhajszálaimra. Felesleges húznod az időt, majd parádézol este. Hízel öreg anyádnak, hogy a három aranyhajszálam nélkül is éppen olyan elragadóan nézel. Néztél ki, elméletileg. Na, szedd a patáidat! Az ördögnek volt három aranyhajszála, nekem háromnál is több bűzhajszálam lett. Ne légy már ilyen betoi, a pokol már csak ilyen kemény hely. Na, itt vannak az aranyhajszálak, a válaszokat pedig hallhattad. Köszönöm a segítséget, akkor én mennék is. No, na megállj csak, gyenge gyermek, addig nem mész innen sehova, mi? Vissza nem cipeljük a tükröt a helyére. Vigyázz, lépcső! Gyere már, no, ne tégy! Éne! Farkossor, Madrével, szembenézve! De itt, a palotában idegen emberek szándékát kell kiismerni. Tudod jól, hogy megvéd a király. A Suma, akinek édesanyját elvitte a betegség, vagy a bánat, így lett egészen a miénk. Meg az országé, ő az új király. Ahogy a jóslatban meg volt írva, és nagyon gazdag lett. Arra a maroknyi gyémántra gondolsz, amit Suma hazahozott. Sehol van országbériektől kapta, Soma tanácsára kiirtották az egeret, meg a lapos békát. Így lett aranyú, meg ború, furfangos gyerkőc, ami Somán, mármint a király. Úgy látom, éppen érkezik felséges anyósanyjával. Családtagoknak nincs hajpókolás. Mától itt laktuk velünk a palotában. Jár nektek sejemágy, táncuzottság és lakoma. Mi inkább maradnánk az erdei lakba, ott már megszoktuk. Jó a levegő, szépek a hajnalok, és egészséges az egész környezet. És királynő felségének hogy szolgál a drága egészsége? Ó, köszönöm. Soha nem voltam jobban hála az én Balambér férjuramnak. Az meg hogy lehet? Az a hír járja, hogy nyoma vete. Tudsz te erről valamit, Soma? Rövid a történet. Meghoztam a három aranyhajszálat. Ezen após uram igen meglepődött, de inkább sehol van gyémántjai érdekelték. Felkerekedett, hogy szerező is magának egy zsákkal. A város határában egy fura alak nehéz kulcsot akasztott a nyakába. Így lett a pokol kapujának őre. Hát vese ki a nyakából azt az átkozó kulcsot. Nem lehet, rászállt az átok. Szegénykém. De a messzi távol volt, hogy segíthetett királyné ötelsége baján? Roppant egyszerű. Derék udvari orvosom, dr. Spiritus Levius megállapította, hogy súlyos balambéri tízben szenvedtem. Vagyis allergiás voltam balambérra, de még mennyire. Ahogy messzire került tőlem, azon nyomban visszanyertem az egészségem. És a három aranyhajszállal mi lett? Ölkölcsiranyom felhasználta valamely kocsvalékához. Jó ideje nem is láttam a vénséget. Azokra az erdei gyógynövényekre pedig, amikre éppen szükségem van, itt vannak ökölcsön a nyom füles emberei. Épp mára rendelte vide őket a palotában. Rabló! A palotában! Fölkent főméltóságok, ismeretlen barátaim! Erdei portyám, során... Túljódjuk,
akarsz mondani, hogy begyűjtöttük a furmányos furia zsázsát? A lapinkázó kőbocskot, a szemerkélő szörvidágot. Hány gondzacskó volt? Csak kis papír! Mi a nyakpalat? Állj, állj, állj! Ti vagytok a haromiak? Igen. Derék haromiak, utonálók, martalócok, barátaim! A helyzet az... Tudjuk, mit akarsz mondani. Régóta csak koldusok és vándorköszörűsök, kántortanítók és szénégetők, filozófusok és mézes kalácsárusok mentek át az erdőn. Mit lehet ezektől elvenni? Elszegöttünk kökölcsinanyós, bogyókat, füveket, meg gyökereket szedni. Vizet valamicskét, meg vigyázz az egészségünkre, de... De mégis, a három aranyhajszál nem tűnhet el csak ugye szőrén hajszálán. Hajszó, hajszálak után! Hajszó, hajszálak után! Hajszó! Soma pedig elhozta az ördög három aranyhajszálát. Ezekkel lettek a csodabarzsamunkhoz, ami bárkit megfiatalít. Kockára tetted az életem. Én a végzeteden sem rontani, sem javítani nem tudtam. Király lettél a jóslat szerint. Kaptál igazi családot. Anyós anyád meggyógyult, a haramiák jó útra tértek. Sehol van helyreállt a rend, Durbuc, átlagos ronda ördög, ahogy illik, Balambérnak meg beadták a kulcsot. És csengettyű, torokfájásban szenved, megálltott a sok eberfagylalt. Fülkent főméltóságok, ismeretlen barátaim, minden jól alakul. Tudjuk, mit akarsz mondani, hogy mihez kezd kökölcsében nyújt meg fiatalodva. Vigyázok rá, és... újabb kalandok után nézek. De az már egy másik történet. Minden jó lesz, kiebben kisünk, a történetünk Bye.
Hát azt ellopták a búcsúban. Ah, akarom mondani, elfekeztem. Ó, nem, már emlékszem, elcseréltem egy rettenetes nagy titokra. Vándor hegedűs? Akkor hol van a hegedűje? Ja, hát azt elhagytam. Ah, nem, eszembe jutott, elkártyáztam. Ah, nem, elcseréltem egy rettenetes nap. Hogy az úr valójában az áruhába bújt vaskezű balambér, és a néphangulat kifürkészése céljából lopakodott közé. Na, búj. Most jól figyelj, Bala. Most jól figyelj, Vanya. Jaj, kis csoki nózi, őzi bőzi. Háú! Megharapott ez a krokodil tudő. Ó, milyen kis őzi bőzi. Rusnya béka. Kis életre való. Ó, te kis csoki nózi. Háú! Hát megharapott ez a krokodil. Ha nekem adod, bízz Isten fel. Na, menjen a dolgára, mert ami mezután következik, nem a maga bolond jó szívének való. Menjen a dolgára, Banya, mert ami ezután következik, az nem a maga jó lelkének való. Kis bűvös. El akarod venni a lányom? Király szeretnél lenni? Nem. Nem tisztelsz engem. Rossz a szabad. Te nem tisztelsz engem. És rossz a szabad. Találtam egy babakocsit, egy összetört babakocsit, ami a hegyről gurulhatott le, a bokor felől, meg egy gyermeksiás haló jött felé. Odaesett a kocsiba a szegény áru. A bükkös szélén járunk, egy összetört babakocsit találunk, amely a dombról szaladt lefele, a sombokorba, meg egy gyereksirás jött felé. Na, Szondol, tartsuk meg! Az igazat! Csak is hát az igazat akarom, tüstént! Azon vagyok, imólácska! Na, akkor szépen értelmesen kezdheted! Ó, a bükkös szélében jártam, egy összetört babakocsit találtam, a bokorból, meg egy gyereksirács jött felém. De az még érdekesebb, ahogy rátaláltam, a sombokorba bömbölt. Ez még megcsoma a szemben. És a bűtkar is a van, hogy ez a... Hát az még érdekesebb. Egy összetört babakocsi, vagy egy babakocsi jött le a rohant le hegyoldalba, nekültődött egy bükkfának, engyelre ült a bokorba. Ugye milyen érdekes? Még érdekesebb, ahogy rátaláltam. Egy kocsi rohant le a domboldalból, neki csapódott a bükkfának, és a sombokorbát ett a gyermek. Ezért lett Soma a szentem. És a bükk, arra is van valami magyarázat? Igen, arra is van magyarázat. Mikor beesett a bükkfának, sombokor beesett, de ez csodálatos dolog, nem? Az. Még érdekesebb, ahogy rátaláltam, egy sombokorba bömbölt. Ezért lett Soma a szentem. És a bükk, arra is van valami magyarázat? Hát a bükk a még érdekesebb. Egy babakocsi rohant le domboldalból, neki csapódott egy bükkfának, és úgy lett bükk Soma. Ugye milyen csodálat? Írvagja se maradjon! Nem lehetett elég irgalmas! Írvagja, írtani, írgalom, írnom kell egy nagyon-nagyon gonosz levelet.
se maradjon. Nem lehetek elég irgalmas. Írnom kell egy nagyon-nagyon gonosz levelet. Megjöttek a portyázók. Itt a végem, később félnek. Tudjuk, mit akarsz mondani. Kérdezz. Hogy irgalmatlan úgy. Kegyetlenül! Valószínűleg! Tehetem, hogy hát az életmű. Petet, mint az erdő. Beteg bolyós súlyos gyümölcs. Felséges királynő, kökölcsi nagyó elég napsugarat.